Köszönöm a kedves nézőinket az Én itt csinálom című rovatunk egyik epizódjában. Ma ismételten az ifjúság, mostanság egyre nagyobb körét vonzó hobbiával annak egyik kiemelkedő, komoly eredményeket elérő tagját köszönhetem, illetve testvérét és édesanyját. Hogy mi is ez a hobbi tevékenység? Nem más, mint a kutyatartás, tenyésztés, versenyzés nem könnyű feladata. Mindenek előtt kérnék egy rövid bemutatkozást. Berki Ádám vagyok, középiskolai tanuló. Berki Krisztián, általános iskolai tanuló. Berki Józsefné vagyok, a fiúk édesanyja, segítőjük a tenyésztésben és a versenyzésben. Hogyan kezdtetek el foglalkozni a kutyatenyésztéssel, illetve mi volt az, ami megtetszett, megfogott benne, hogy ezt válasszátok hobbiutokon? Hát 6 éve kezdtem el a kutyázást, először egy nemzetközi kiállításon láttam meg ezt a fajtát, ennek is egy győztes kan képviselőjét. A kutya nagyon megtetszett, főleg szépsége, okossága. Ezek után felkerestük a tenyésztőt, és vásároltunk tőle a kiállításon látott kutyát, kutyának a fiát, megvásároltuk. Ezek után ezzel az egy kutyával kezdtem el dolgozni a kutyaiskolában. Egyre több kutyát vásároltunk, és végül nekiáztunk a tenyésztésnek. Később kezdtem el a kutyázást, jelenleg egy éves kannal kutyázok. Én a fiúk segítője vagyok ebben a munkában. Én hordom, viszem őket a kiállításokra, versenyekre, és az itthoni munkák ellátásában is én segítem őket. Milyen fajta kutyákat tenyésztel, illetve miért pont azt az egyfajt választottad ki? A belga juhászt, ezen belül a terrorent és a gröndél fajtát tenyésztem és tartom. Azért választottam ezt a fajtát, mert megtetszett szépsége, okossága, gyorsasága, bátorsága, amit főleg a kutyaiskolába tudott bebizonyítani a többi kutyás előtt. Most halljunk, illetve lássunk az eddig elért eredményeidről. Hol, hogyan és miért kaptad őket? Hát az első eredményemet Dorogon, a kutyaiskolába egy házi bajnokságon nyertem, és még sok más ilyen eredményt kaptam itt a környéken levő kutyaiskolákban. Ezen kívül rengeteg eredményt nyertem már nemzetközi és országos szintű versenyeken. És akkor 1993-ban én nyertem a belga juhászoknál a fiatal klubgyőztes címet. 1992-ben ifjúsági bajnokságon nagyon jó helyezést értem el a kutyámmal, amely ott is bizonyítottan helyet állt. De ezek közül is a legeslegkedvesebb eredményem az 1993-as év budapesti Európa kiállításának a megnyerése, amit egy saját nevelésű gröndél szukámmal értem el. Ez az eredmény nekem nagyon kedves, már csak azért is, mert ezt egyedülálló az országban. Ilyen 4-5 évenként, ha egyszer van Magyarországon, hogy Európa kiállítás. És itt mögöttem a falon látok több oklevelet, illetve szalagot. Ezeket hol nyerted? Hát a legtöbb szalagot országos és nemzetközi versenyen értem el a kutyáimmal. Hát vannak itt piros szalagok, ami nagyon jó minősítést jelent, kék szalagok, ami kitűnő minősítést jelent. A kék-fehér szalag az annyit jelent, hogy fiatal osztály győztese, tehát ez már egy elismert cím Magyarországon. A nemzeti színű szallag az már egy nagyon nagy cím a magyar kutyások körében, mert az már azt jelenti, hogy a kutyája Magyarország legszebb kutyája abba a fajtába, amit neki van. Az oklevelek legtöbbje munkaosztálybeli versenyeimből származik, amit a kankutyámmal értem el az ország legtöbb részében. Nagyon sok felé jártam a kankutyámmal bemutatókon versenyezni, és mindenhol bizonyította azt, hogy ő tudja azt, amit én megtanítottam neki, és hogy olyan, aminek egy belga juhásznak lennie kell. És hogy ezeket a sok szép eredményeket elérhessed, mégis nap mint nap mennyit kell gyakoroltatni a kutyusokkal? Hát minden kutyára naponta legalább 2 órát rá kell szánjak, hogy a szintet tartsa, amire ki van képezve,
hogy meg van vele tanítva. A kiképzés nem annyira egyszerű dolog, mint sokan gondolják, hogy megvesznek egy kutyát, és csak úgy ők önállóan nekiállnak a kutyával dolgozni, és ilyen-olyan dolgokat megtanítani vele. A kutyákat legjobban iskolai kereteken belül, tehát kutyaiskolában lehet képezni, mivel a kutyáknak szokniuk kell a többi kutyát, a csoportot és a többi embert. Minden kölyök kutyavásárolnak azt tanácsolom, hogy először keressen fel egy iskolavezetőt, aki kutyaiskolában dolgozik és képzi a kutyákat. Ez az iskolavezető majd fog tudni neki tanácsot adni, hogy milyen időskorban és mikor vigye a kutyáját először kutyaiskolába. A belga juhászt 2 éves koráig kölyök kutyának számít, de utána hónapok alatt szinte bármit meg lehet vele tanítani. Egy engedelmes szint megtanítása a belga juhásznál körülbelül 3 hónapot vesz igénybe 2 éves kora után. Utána egyre fokozatosabban, egyre többet meg tud tanulni. Az egyes szint, K1-es szintet egy nyár alatt meg lehet vele tanítani, hogyha az ember naponta képzi a kutyát, oktatja. Az engedelmes szintben nagyon sok minden benne van, amit egy kutyának tudnia kell, mindegyiknek, aki kutyaiskolába jár, különben nem járhat. Az engedelmes szintben a kutyának kell tudnia pórázon menni, szabadon menni, tehát póráz nélkül, aportíroznia, a kutyának a gazdához egy szóra vissza kell mennie, helyben kell maradnia a parancs szóra. Ez mind kell ahhoz, hogy a kutya iskolába járhasson, és tovább képezhessék a kiképzők. A K1-es szint már nagyon komoly szint, amit kutyaiskolai kereteken belül is elég nehéz elérni. Ehhez már rengeteg önálló képzés is szükséges. A K1-es szintben már van nyomkövetés, ami igen szép eredmény, hogyha a kutya meg tudja csinálni. Ez a nyomkövetés elég hosszú, közel 1500 méter nyomot jelent a kutyának, amin végig kell haladnia, és meg kell találnia az elrakott tárgyakat, különben nem lesz érvényes a vizsga. A K1-es szinten is van fegyelmező gyakorlatok, abba is van szabadon követés, pórázon követés, aportírozás, és itt már az aportírozás meg van tudva annyival, hogy 1 méteres akadályon keresztül is kell oda-vissza aportírozni a kutyának. Ezen kívül az 1-es szinten van előreküldés, ami annyit jelent, hogy a kutyának a gazdától egy parancsóra legalább 40 méterre el kell távolodnia, különben a vizsga érvénytelen. K1-es szinten az őrzővédő gyakorlatok is komolyabbak, mint engedelmes szinten. A kutyának itt már póráz nélkül kell dolgoznia, és 2 vagy 3 segédet is el kell távolítania, hogy a gazda nyugodtan mozoghasson a környéken. A kutyának itt már fülkésznie is kell, ami annyit takar, hogy palánkokat kell megkerülni a parancsóra, és mindegyik mögött meg kell nézze, hogy nincs-e ott egy ellenség, magyarán egy segéd, akit elő kell állítani a gazdának. A K2-es szint az nem sokban különbözik a K1-estől, csak abban, hogy itt már majdnem 3000 méter nyomozás van, hogy már a gazdának és a kutyának is igen nagy igénybevétel. Ezen kívül itt már egy 1,6 méter magas palánkon át kell aportírozni a kutyának, a síktalai aportírozás mellett. A kutyák általában ezt on fél óra alatt szokták teljesíteni, ezt az erőpróbát, és kinek így úgy sikerül. A K3-as szinten belga juhász az országban, ahol 3-4 darab ha dolgozik, a többi még nem sikerült elérnie ezt a szintet. Ez a szint már nagyon magas, az országban mindenféle fajtából van 100 darab kutya dolgozik K3-as szinten. A K3-as szint az már a K3-as szinten a kutyának már nagyon sok mindent kell tudnia. A K3-as szint az annyit jelent, hogy a gazda végül is, ha meg sem mozdulna a kutyának, akkor is meg kell tudnia csinálni a gyakorlatokat, amiket a gazda parancsba ad neki. K3-as szinten nincsen pórázon vezetés, itt a kutyának egy parancsra a gazda lába mellett szabadon kell követnie őt, és a gyakorlatokat végrehajtania. A belga juhászok, az én kutyáim
a kanom egyes szintű vizsgája van, de a kutya kettes, sőt hármas szinten is dolgozik, hogyha arról van szó versenyen, vagy akár vizsgán is. A kutyáknak a megfelelő kondíciónál... A kutyák megfelelő kondíciójának eléréséhez, jó külalak aktív fenntartásához milyen étrendeket állítotok össze nap mint nap? Mostanában nagyon sok előadást lehet hallani a kutyáknak a táplálásáról, és ebben különböző táplálási módokra esküsznek az előadók. Mi jelen pillanatban a Bevidog nevű kutya eledelt etetjük a kutyáinkkal. Ez egy komplex kutya eledel, ami minden tekintetben megfelel a kölyök kutya, a vemhes kutya, a munkakutya, a kiállítási kutyának a igényeinek. Ezt azt hiszem, hogy látni is az eredményeken, amit itt az előbb bemutattunk. A kutyák kitűnő kondícióban vannak, amennyiben munkáról van szó, nagyon jól tudnak dolgozni tőle, és a kiskölyköknek a fejlődéséhez, növekedéséhez is mindenféle vitamin, mindenféle kiegészítő megtalálható ebben. Tulajdonképpen hát ezzel az ember nem azt akarja mondani, hogy csak ez az eledel a jó. Végülis bármilyen komplett kutyaeledellel etethetőek a kutyák a hagyományos csontos, húsos, moslékos táplálás mellett, de én minden leendő új tulajdonosnak, aki tőlünk kutyát vásárol, azt szoktam tanácsolni, hogy mindenképpen vásároljanak neki kutyaeledelt is, mert erre nagyon nagy szüksége van a kutyáknak. Azt hiszem, hogy a munkaverseny eléréséhez nagyban hozzájárult ez a táplálás is. A belgákat általában mindenki kutyaeledellel táplálja. Van jelen pillanatban az országban ez az agility verseny, ennek a győztese is egy belga juhászkutya, akit szintén kutyaeledellel táplálnak. Végezetül kortársaidnak, illetve az idősebb nemzedéknek mit javasolsz? Érdemes-e kutyusokkal foglalkozni, tenyészteni őket? S ha igen, akkor ezt hogyan kezdjék el? Hát mindenképpen érdemes foglalkozni kutyák tartásával és tenyésztésével, és mindenkinek javasolom, legyen akár fiatal, idős vagy középkorú ember. Végezetül mit javasolsz kortársaidnak, illetve az idősebb nemzedéknek, hogy érdemesek kutyusok tenyésztésével, tartásával foglalkozni, és ha igen, akkor hogyan kezdjenek neki? Hát kutyatenyésztésben mindenképpen csak olyan ember fogjon, akinek megvan a megfelelő lehetősége, ideje és ereje, mert ez a tenyésztés egy nagyon komoly munka, ami nagyon komoly, következetes munkát igényel, és állandó munkát igényel. Ezzel alatt érteni kell azt is, hogy bizony egy kutyának az ellésénél gyakran éjszakákat kell tölteni, nappalokat kell mellette ülni ahhoz, hogy azok a kis kölykök világra jöjjenek, és ez egy nagyon komoly és embert igénylő feladat, és ezt csak azt vállalja, aki ezt tényleg végig is tudja csinálni, mert a kutya nem egy olyan dolog, amit eldobunk és megunjuk. Milyen szempontok szerint választanak fajt a kutya családon belül az új gazdik? Hát mindenki, legyen akár idős, vagy öregember, vagy fiatal, vagy középkorú, a saját méreteihez képest válasszon kutyát, tehát egy 15-16 éves lány ne válasszon magának egy nagy dogot, ami legalább 80 kiló, amivel biztos, hogy nem fog elbírni még kutyaiskolai kereteken belül is. Ennek a korosztálynak nyugodtan merem ajánlani akár a belga juhászt, akár a kisebb testi fajtákat is, mert ezekkel nyugodtan kimehet az utcára sétálni, elmehet akár merre. Ezekkel a kutyákkal nincs meg az a veszély, hogy óra rántja, mint ami megtörtént fönt is a kutyaiskolába, hogy egy kislányt fölküldtek egy közel 60 kilós német juhásszal, és a kislány igencsak nem bírt el a kutyával. Több kiképzőnek kellett segítenie, hogy a kislány egyáltalán haza tudja vinni a nagy kutyáját.
Arra, hogy megfogja.
Megköszönöm riportanyáminak válaszait, és azt, hogy bemutattátok tenyészeteket, és a továbbiakban pedig legalább ilyen, vagy ennél jobb eredményeket kívánok. Megköszönöm operatőrünk mai munkáját, és természetesen nem utolsó sorban kedves nézőink figyelmét azzal, hogy bízom abban, hogy nagyon sok kedves nézőnknek új hobbi ötletet adtunk mai műsorunkkal, és nagyon sok kutyusnak új gazdát. Én ezzel búcsúzom is, a legközelebbi Én így csinálom, míg addig is mindenkinek a tervének megfelelő heteket kívánok. A viszontlátásra!